Üdvözöllek benneteket a hatványokkal foglalkozó videósorozatunkban. Immár a hatodik feladattípussal fogunk ma megismerkedni, és ebben praktikusan alkalmazni fogjuk már az eddig tanultakat. Nézzük, hogy mivel foglalkozunk a mai órán. A feladatunk a következőképpen szól, igazold a következő egyenlőségeket. És az egyenlőségünk, ami ugye onnan lehet látni, hogy van egy egyenlőség, van egy bal oldala és egy jobb oldala, és igazolnunk kell, tehát be kell bizonyítanunk, hogy a bal oldal ugyanannyi, mint a jobb oldal, illetve le kell ellenőriznünk, hogy ez valójában egyenlősége. A bal oldalon láthatjuk, hogy vannak különböző műveletek, míg a jobb oldalon csak azt látjuk, hogy a 2 a tizediken van. Értelemszerűen csak a bal oldalt fogjuk rendezni, és a bal oldalon meg kell, hogy kapjuk a 2 a tizedikent. Ha ezt megkapjuk, akkor ez egy egyenlőség fog lenni. A bal oldalon tehát az első műveletünket kell, hogy megkeressük, mivel zárójelben van a 2 a hatodikon osztva 2 a harmadikon, így most ez lesz az első műveletünk, amivel foglalkoznunk kell. Míg a jobb oldalon, ahogyan említettem, tehát a 2 a tizediken nem bántjuk, az csak úgy marad. Figyeljünk arra, hogy ha ez a zárójel itt most nem lenne, akkor a műveletek sorrendje egészen más lenne. Akkor először a szorzást kellene elvégezni, attól függetlenül, hogy szorzás és osztás ugye egyenrangúak, akkor a műveletek megjelenésének sorrendjében végeznénk ezt el. Így viszont a zárójel miatt először az osztással fogunk foglalkozni, ami azt jelenti, hogy a 2 a hatodikon osztva 2 a harmadikon alapot lemásolom, és hogy ahogyan tanultuk, osztáskor a kitevőket kivonjuk. Tehát, hogyha 6-ból kivonok 3-at, az 3 fog lenni. És jobb oldalon ott van a 2 a tizediken. Figyeljünk erre a feladatnál, hiszen nagyon sokan ezt a feladatot a következőképpen oldják meg. 2 a hatodikon osztva 2 a harmadikon, hát mivel itt osztás van, akkor biztos a 6-ot el kell osztani 3-mal, sőt egy kicsit ugye becsapós, hogy a 6 osztható 3-mal, és akkor nagy bölcsen odaírják, hogy az valójában 2 a másodikon. És ugye innentől kezdve, ha itt 2 a másodikon lenne, akkor még ki is jönne, hogy ez 2 a tizediken, és még örülnek is, hogy ez egy igaz egyenlőség. Viszont, ahogyan már ezelőtt említettem, osztáskor a kitevőket nem elosztjuk, hanem kivonjuk. Tehát ez a módszer sajnos téves, illetve hibás, tehát nem lehet így elvégezni. Maradunk tehát akkor a mi általunk kiszámolt megoldásnál. Ugye a zárójelben így most 2 a harmadikont kaptunk. Most már könnyűszerrel össze tudjuk szorozni ezt a két hatványt. Azonosak az alapok, tehát alapot lemásolom, kitevőket pedig összeadom, és akkor 8 meg 3 az 11-et fog adni. És kérdezem, hogy ez igaz-e, hogy ez egyenlő 2 a tizedikennel. És mivel hát ez nem igaz, ugye, hiszen két hatvány akkor lesz egyenlő, ha egyformák az alapok, illetve egyformák a kitevők, tehát láthatjuk, hogy ez nem lesz igaz egyenlőség, vagyis a válaszunk hamis.